Népviseletbe öltözött fiatalok hozták az új búzát és az új kenyeret a zentagunarasi szabadtéri színpadra, ahol azokat a katolikus és a ruszin pap is megáldotta. Vasárnap délután benépesült a falu. Birka pörkölt rotyogott a bográcsban, sercegett a kenyérlángos, de a kézművesek is a portékájukat kínálták a kirakodó vásáron. Labdát dobáltam, gólyát, gólyalábaztam, kocsisztam. Számos játékot kipróbálhattak a helyi gyerekek. Mi tetszett a legjobban? A játékok közül a gólyaláb meg a hullahop. Az ugrálóvár volt a kicsik kedvence, de mindegyik játékállomáson szorgoskodtak a begyűjthető garasokért. A gyerekek szerintem élvezték, megleptek bennünket, úgyhogy sokan jöttek, már várták, hogy alig, tehát hogy mikor kezdhetnek, szülőkkel együtt jöttek, kicsikék is. Új játszótér épül Zentagunarason, de a tájházat is szépítik a helyi közösség illetékesei. A januári helyi közösségi választások óta számos feladat gördült a vezetőség elé. Az utcák azok nagyon el voltak már hanyagolva, nagyon nagy lukak voltak rajta, azt sikerült megoldanunk, tehát azt kifoldozni. Továbbá a közmegvilágításon tudtunk javítani, hiányzó égéket cserélni, lámpatesteket felszerelni. Az idén még szeretnénk, hogyha sikerül a pályázaton elérni eredményt, akkor még elkezdeni a vízhálózatnak a felújítását. A kultúrműsorban egymást érték a fellépők, több órás szórakozást nyújtva a közönségnek, új testvértelepülési szerződést kötöttek a magyarországi kárásszal, az ünneplő közösséget Nyilas Mihály is köszöntötte. A tartományi oktatási közigazgatási és nemzeti közösségi titkár kiemelte, feladatunk, hogy őrizzük az örökségünket, őrizzük hagyományainkat, gyökereinket, magyarságunkat. Csak összefogással őrizhetjük meg iskoláinkat, intézményeinket, a kinkeservesen kiharcolt jogainkat. Kevesen vagyunk, ezért mindannyiunkra szükség van ehhez a nagy feladathoz. Az esti programot a magyarországi By the Way nevű formáció kezdte. Az est folytatásában Dérheni koncertjét élvezhette a zentagunarasi közönség. Az új kenyérünnep utcabállal ért véget.